két hét múlva itt az iskolában viszont már folyamatosan érkeznek a tankönyvek. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskolába Fölványi Simonina igazgatóasszonnyal beszélgetünk. Itt a torrateremben vagyunk, hiszen sok-sok könyv már itt van, de még nincs itt minden. Mikorra várhatóak a könyvek? Hát örömmel mondhatom, hogy a mai nappal 12 óra magasságában minden tankönyv megérkezett. Most ment el a szállító posta teherautója, lepakoltuk a raklapokról, és örömmel mondhatom, hogy minden tankönyv megérkezett. A megrendelt tankönyvek itt vannak. Akkor azt gondolom, hogy ez egy jó hír. Itt két teremben pakolnak, hiszen az előbb mutatta nekünk, hogy van egy terem, ahol ingyenesen kapják a gyerekek a könyveket, és itt pedig a negyediktől fölfele van. Kik kapják ingyen a tankönyveket? Felmenő rendszerben kapják a szülők, a tanulók az államtól az ingyen tankönyvet. Most ettől a tanévtől már az első, második, illetve a harmadik évfolyamosak is. És az ő tankönyveiket külön tanterembe pakoltuk, mert jönnek a szülők, átadjuk a könyvet, nem kell fizetéssel, csekkekkel az időt tölteni, elviszik, és a tornatermünkben pedig a negyediktől nyolcadik évfolyamig találhatók a tankönyvek. A szülőknek itt kell fizetni, amikor átveszik, vagy itt már csak be kell mutatni a csekket, hogy befizették? Igen, a csekkeket is az iskola kapja meg ettől a tanévtől. Jönnek a szülők, átveszik a csekket, nyilván a fizetős szülők, átveszik a csekket, befizetik, hozzák a csekket, és átveszik a szépen kirakott tankönyveket. Nem tudom, hogy nézegették-e már az árakat, vagy még ezután fogják összeadni, de körülbelül mennyibe kerülnek a fizetős tankönyvek? Olcsóbb nálunk a tankönyv, mert második éve vagyunk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet partneriskolája, és az OFI készíti ezeket az úgynevezett új generációs tankönyveket. Ezek a tankönyvek jelen pillanatban még kísérleti szakaszban vannak. Egy tankönyv 350 forintba kerül, a munkafüzete 250 forintba, tehát lényegesen olcsóban jutnak hozzá a kedves szülők a tankönyvekhez. Hát most így gyorsan így kiszámoltam, hogy akinek 2-3 gyerkőce van, azért az 5-6-7 ezer forintokat is meg tud spórolni. Igen, ez így van. Ez így van, és tavaly is azt tapasztaltuk, hogy igen, nagyot néztek a szülők, hogy ó, hát csak ennyi, ilyen keveset kell fizetni, és akkor most örömmel szeretném azt is elmondani, hogy megérkeztek az ötödikes tanulóink részére, szintén az OFI térképei, a történelmi atlaszok, a földrajz atlaszok, és ezeket az atlaszokat a tanulók ingyen kapják az államtól. Azt gondolom, hogy ez tényleg nagy segítség a szülőknek. Egyébként milyen segítséget adtak a tanítónénik, pedagógusok az év végén, tehát összeírták, hogy mi az, ami a következő tanévben kell, vagy csak egy ajánlást adtak a szülőknek, hogy mi lenne jó, ha meg lenne szeptember 1-én? Nem, hát pontosan összeírtük a tankönyveket is. A szülők aláírták, hogy ezeket a tankönyveket az iskola megigényelheti. A taneszközjegyzéket, amit minden évben átnézünk, szintén a szülőknek kiosztjuk. Benne szerepel az ajánlott irodalom, a kötelező irodalom, ez nálunk évek óta, évtizedek óta így működik. Vannak-e tartós könyvek, amelyek mondjuk az iskola könyvtárba kerülnek, ami kikölcsönözhető mondjuk itt a kötelező olvasmányokra, vagy itt a térképek, akkor ezek szerint a gyerekekhez kerülnek, de vannak-e mondjuk angol vagy német nyelvű könyvek, amelyek bekerülnek oda, és onnan a gyerkőc megkapja és évvégén leadja? Hát nagyon minimális, mert mint említettem, most a kísérleti tankönyvekből tanítunk, tehát felmenő rendszerben vezetjük be a kísérleti tankönyveket, tehát a negyedik, nyolcadik évfolyamon már nincs értelme a könyvtárba a úgymond hagyományos tankönyveket bevételezni. A nyelvkönyvek, az angol nyelvkönyvek, a hit és erkölcs tankönyvek, technika, énekzene, és az atlaszok voltak eddig, de most már ezekre nincsen szükség, tehát szinte mindenki új tankönyvet kap. És milyen ezekből tanítani, hiszen mondta, hogy ez egy kísérleti jelleg, tehát sokat változott, vékonyabbak lettek, színesebbek lettek, hát azon kívül, hogy a tartalmukról is egy néhány mondatot, ha tud mondani.
Igen, hát a tartalom tekintetében nagyon örülünk, mert ezek a kísérleti tankönyvek, ezek NAT kompatibilisek, tehát nem fordulhat elő, mint a korábbi években, hogy egyik-másik kiadó nem tudta követni a NAT előírásait, és olyan követelmények is voltak a tankönyvben, vagy maradtak benne a tankönyvben, amely a nemzeti alaptantervben már nem szerepeltek. Tehát ez szakmailag mindenféleképpen megnyugtató. Egyébként a tankönyvek színesek, áttekinthetőek, nagyon jól tagoltak, fejezetekre tagoltak, és nagyon színesek. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyerekek is nagyon kedvelik. Hát mint újat a tanítónéniknek is meg kell szokni, de nem kellett velük megbirkózni. Hát akkor én azt gondolom, hogy néhány nap és a gyerekek birtokában lesznek ezek a könyvek. Mikor lesz a tanévnyitó ünnepség? A tanévnyitó ünnepség augusztus 30-án lesz, vasárnap délután 16 órakor. És a tankönyveket már a jövő héten, szerdán, csütörtökön, pénteken szeretnénk kiosztani, hogy legyen a szülőknek ideje átnézni, becsomagolni, elkészíteni, és a gyereknek is egy picit ráhangolódni, hogy igen, most már azért kezdődik a tanév. Akkor én eredményes 2015-16-os tanévet kívánok Önöknek. Köszönjük szépen!